Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Kicsit se clickbaites a cév, igaz? Ah, de valahol amúgy igaz. Eladtam a lelkem egy óráért, na, egy a fene. Nos, úgy fel, hogy szólok, nem is olyan régiben megkeresett egy, hogy is mondjam, internetes webshop a messzi-messzi Ázsiából, és megkértek, hogy legyek a partnerük, szponzorok, ők szponzorálnak engem, én szponzorálom őket, című történet. Tudjátok, hogy megy ez így YouTube-on, és hosszú-hosszú idő után, hogy is mondjam, ennyi év után, most arra elértem már én is, találom az agyi állapotból, hogy azt mondjam egy szponzorra, vagy inkább egy ilyen partneri kérelemre, hogy oké, rendben van. Eddig igazából mindenkit így nagyjából visszautasítottam, akik így megkerestek engem, mivel, hogy ugye Angliában élek, macera lett volna mindenhogy megszervezni. Na viszont ők Ázsiából vannak, és azt mondták, hogy én leszarjuk, hol laksz, mi kiküldjük neked azt, ami köl, el van intézve. Hát megvakartam a fejem, és azt mondtam, hogy jó van. És adtak egy opciót, és azt mondták, hogy figyelj, ezek közül választhatsz. Úgyhogy én ki is választottam ezt a drágalátos órát. Hogy miért egy órát választottam, és értem a videokártyát, igazából annak a háttértörténete az az volt, hogy nemrégiben visszatértem a sport életmód felé, úgyhogy miért is ne, mostában nagyon trendi egy ilyen órát választani. Nagyon móka, jól néz ki, semmi nagyon extra nem lehet róla elmondani, de nagyon aranyosak voltak, kiküldték full ingyen Angliában, nem teketóriáztak, nem izé, szóval el lehet mondani róluk azt, hogy hát legalább valódiak, szóval ja, és természetesen megígértem nekik, hogy cserébe csinálok egy videót, konkrétan ők azt mondták, hogy csinálják egy bemutatót az órára, de hát mit lehet elmondani egy sportóráról, öcsém, méri a szarjaidat, hát pontosan ma nem sportoltam túl sokat, úgy látom, csak 468 lépést tettem, és 20 kilokalóriát elégettem. Oké, lebuktam. Shit. Igazából csak azért választottam egy órát, hogy én is trendi lehessek. Na jó van, úgyhogy... ja, így állunk, srácok. Ha ezen túl néha-néha meglátjátok, hogy ezt a videót a gearbest.com támogatta, akkor ne legyetek meglepődve, mivel, hogy is mondjam, a feltételeknek a feltétele. Ha értek, mire gondolok. Na de, a jó dolog, és mivel megkértek ugye, hoppá, és mivel megkértek ugye, hogy ezt mondjam el a videóban, ilyen apróbb dolgokat róluk. Tehát ők egy ázsiai cég, és mint ázsiai cég lévén, jól tudjuk, hogy Ázsiából jó árban lehet beszerezni dolgokat. Meg ne kérdezzétek, hogy ezeknek a minősége milyen, és a többi. Annyit el tudunk mondani manapság Ázsiáról, hogy minőségben egyre jobban zárkozik föl a nyugati dolgok felé, viszont az árat azt egész jól meg tudják tartani, és szerintem nem én lennék az egyetlen, aki hasonló oldalakról rendelt már ilyen dolgokat. Az első tipi-tapi telefonjaim annó még ezelőtt jó sok évvel az Ázsiából vettem, mert ott megvehettem az olcsó iPhone utánzatot, ami igazából tökéletesen megfelelt egy iPhone-nak. Na, de tudjuk, hogy ez hogy működik. Jelenleg is egy Huawei telefonom van, egy P9-es, és istentelenül elégedett vagyok vele. Szóval, ja. Na mindegy, úgyhogy ők lesznek, hogy is mondjam, az első ilyen szponzoraim. Na de amire rá akartam térni a lényegre, itt ennek a videónak a leírásában megtaláljátok a Twitch akkontomat, továbbá a Twitch akkontomon megtaláljátok ennek a Gearbest-nek a linkjét, hogy is mondjam, és még eme videó leírásában is, mert megkértek, hogy tegyem ki, akinek tetszik ez az óra, ez az órához vezető linket ugyanúgy megtaláljátok ennek a videónak a leírásában. Na de, ami a Twitch-en van, a Gearbest-es link, az egy GTX 1060-hoz vezető link. Természetesen, ahogy ez szokott lenni, hogyha valaki a linkemen keresztül vásárol, akkor én természetesen abból részesedést fogok kapni, ahogy ez szokott lenni manapság, és ahogy van. Na de a legérdekesebb ajánlat, amit kaptam tőlük, és azt mondták, hogyha
százan vásárolnak tőlük utánam mérve, ugye bár, azt nem mondták, hogy milyen árkategóriába kell vásárolni, de hogyha 100 ember elkölti a pénzét náluk, akkor kiküldik nekem azt a GTX 960-at. Nem nekem, mert nekem a gépben GTX 1080 van, úgyhogy ha kiküldik azt 100 ember vásárlása után azt a GTX 1060-at, akkor egyértelmű, hogy én azt egy nyereményjáték keretén belül ki fogom osztani valakinek. Úgyhogy, srácok, hajrá! Azt kell mondjam, hogy úgy minden tök fair árban van náluk, aminek drágának kell lenni, az drága, aminek olcsónak kell lenni, az olcsó, szóval a kulturált árban van. Az árakat valószínűleg dollárban fogjátok látni, úgy adódik. Magyarországra postaköltség ingyenes, egy bizonyos ár fölött, de többnyire Kínából szinte minden ingyenesen jön Magyarországra, legalábbis ez már nagyon régóta így van a minőségi oldalaknál, és ahogy néztem, ezek nem tegetóriázak. Szóval azt mondták, figyelj, ha 100-an vásárolnak, én elküldöm neked ezt, mert van egy ilyen kapcsolattartó srác, aki a magyarországi piacért felelős, és azt mondta, hát én elküldöm neked ezt a 1080-asat, hogyha 100 ember vásárolt telinked után. Nem azt kérem, hogy vásároljatok, szépen módjával nézzetek körül, lássátok meg, fene se tudja, de GTX 1060-at nagyon szívesen kisorsolnék a közösségemnek. Na, igazából csak ennyi lett volna. Egy helyzetjelentés, hogy ne legyetek meglepődve, hogyha ezt látjátok, és úgy érzem, hogy így fair, hogyha szólok, mert nem szeretnék abba a hibába esni, hogy nem szólok, hogy ilyesmi történik meg a csatorna életében, és valahogy így fel, mert ti már így a család része vagytok, értitek, hogy mondom. Szóval ennyivel tartozom számotokra. De srácok, ennyi lett volna ez a videó, csak szólok, hogy vannak, léteznek, ez egy fajta mód, ahogy engem is tudtok szponzorálni, és legalább nem olyasmi, hogy jó, adjatok pénzt, és akkor jó lesz, hanem valamit cserébe is kaptok, és valahogy valamivel én is jól járok. Szóval, ja, igen. Nos, srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. A következő videóig, ami nem tudom, hogy mikor lesz, mostanában vannak ilyen nagyon gyenge internet pillanataim, azért is szűkölködnek a videók. De visszatérünk mindenképpen. A Discord szerverünk a videó leírásában, a linkek a gatebest.com-hoz a videó leírásában, ha kérdésétek vannak, Facebookon megtaláltok, illetve itt a videó komment szekciójában nyugodtan feltehetitek Amazon kérdéseteket. Ja, és hogyha egy specikó ajánlatra vágytok, mondjuk kinéztek valami terméket erről az oldalról, akkor írjatok nyugodtan Facebookon, és egy linken keresztül, hát, hogyha tudok valamiféle diszkont árban beszerezhető valamit intézni, meglátjuk. Nem tudom, hogy hogy működnek még pontosan a dolgok, de egy csomó ilyen promóciós linket és mindenfélét kaptam, úgyhogy semmi sem lehetetlen című történet. Nos, srácok, most hát tényleg, köszönöm a figyelmet, következő videóig, sziasztok!